Tüntetés a Kossuth téren és vidéken is. Az elmúlt hetekben többször is tiltakoztak ellenzéki pártok az állami földek tervezett eladása ellen. Attól tartanak, hogy a kormány végleg saját holdudvarának juttatja az eddig bérbeadott állami termőföldek jelentős részét. A kabinet néhány hete kormányhatározatban döntött több mint 380 ezer hektár állami földterület eladásáról. Azokat nyílt árverésre hirdeti meg. Az Orbán kormány volt földművelésügyi államtitkára nemrég az LMP egyik megmozdulásán földrablásnak minősítette az eladást. Ha röviden össze akarom foglalni, hogy miről szól ez a történet most a földeladásokkal, talán azt mondhatnám, hogy egy jól időzített állami segédlettel végrehajtott földrablás. Ne szépítsük a történetet. Az ellenzéki pártok délelőtt bejelentették, az Alkotmánybíróságnál támadják meg a döntést. Azt is kifogásolják, hogy a kormány kétharmados többség hiányában nem törvénymódosítással, hanem kormányhatározatban döntött a kérdésről, ez pedig szerintük alkotmányellenes. Véleményünk szerint a mai napig egy túlértelmezett jogszabálysértő megállapítás az, hogy az egyben felhatalmazást adna minden szántóföldnek az értékesítésére, bocsánatot kérek, minden nem védett szántóföldnek az értékesítésére. Az alkotmánybírósági beadványt MSZP-s, jobbikos, LMP-s és független képviselők is aláírták. A mezőgazdasági bizottság fideszes elnöke szerint a múlt héten a bizottság előtt már volt lehetősége az ellenzéknek elmondani a kifogásait. Én úgy érzem, hogy ez a maximális, amit megtehet egy kormány, hogy az ellenzék kérdéseinek a igényét és az ott felmerült kérdéseket megtárgyalhassák. Úgyhogy én ezt a magam részéről visszautasítom, hogy ez nem volt elégséges. Az a 3 óra és 2 miniszter jelenléte, hogy ezt a kérdést megtárgyaljuk. A miniszterelnökséget vezető miniszter akkor azt mondta, a piaci ár felett adják majd el a földeket, így szerinte nem igaz, hogy olcsón átjátszák azokat. Ezen rajta van Fazekas miniszter úrnak a nyaka, és rajta van az én nyakam is. Itt olcsón föld eladva nem lesz. Piaci ár plusz 10% a kikiáltási ár, és lefelé nem indulunk el. Az eladásra szánt földek listáját csütörtökön függesztik ki minden megyében. Az árverések november 15-én kezdődnek.